Köszöntöm a Gyöngyös ma nézőit, televíziónk közéleti magazinját látják, melynek első részében szétnézünk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei házatáján, mert itt is érinti a gazdákat a sok felelős döntés, és itt van velem a vonalban online Szendrei László elnök. Jó estét kívánok, elnök úr! Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ugye Heves vármegyében, itt akár Gyöngyös környékén is, de mondhatjuk az egész vármegyét, rengetegen élnek felelős földművelőként. Nyilván itt a gabona helyzetre, a vetésekre, az ukrán gabona behozatalára és minden egyébre gondolok, amellyel ön is foglalkozott mostanában elnökként. Mit lehet erről tudni bővebben, mire hívjuk fel a figyelmet ezzel kapcsolatban? Én újfent szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát sajnos nem túl pozitívak a kilátásaink, megmondom őszintén. Tehát ahogy a nemzeti konzultációban is kérdésként tevődik föl, hogy mi a véleményünk nekünk állampolgároknak az Ukrajnából behozott termékekről, hát, és az Ukrajna csatlakozásához, az Európai Unióhoz, hát úgy az agráriumot sújtaná legjobban, hogyha Ukrajnát bármilyen formában is az Európai Unióhoz csatlakoztatnák. Csak egy pár számadat, amiből a kedves nézők is fogják érzékelni, hogy azért Magyarország számára mekkora problémát jelent ez az ukrán kérdés, és nem csak ukrán gabona kérdésről beszélek, hanem Ukrajna felvételéről az Európai Unióban. Ukrajnában mindegy 46 millió jó minőségű termő terület áll rendelkezésre gyakorlatilag az agrár növénytermesztéshez, mint Magyarország, ez körülbelül 5 millió hektárral rendelkezik. Tehát itt nagyságrendbeli különbségek vannak, tehát majdhogy nem azt lehet kijelenteni, hogy ez a terület nagysága az Unióban igazán jó minőségű földterületek nagyságával vetekszik, mert annyit tudni kell, hogy Ukrajnában nagyon jó minőségű földek vannak, és összefüggő területek több százezer hektár. A legnagyobb gazdálkodó egység az például 340-350 ezer hektáron gazdálkodik, és nem ukrán tulajdonban vannak ezek a földek. Ezek a földek már régóta nem ukrán tulajdonban, hanem zömében amerikai és orosz tulajdonban lévő földekről beszélünk. Tehát ha igazából oda egy fejlett korszerű mezőgazdasági technológia kerül, akkor senkinek ne legyen kétsége arról, hogy nem csak Magyarország, hanem az egész Európa mezőgazdaságát megrengeti ez a kérdés. Mit kell csinálni ilyenkor, vagy mit tudunk csinálni itt a kamaránál, a minisztériumnál és a magosznál, mert az, hogy megállapítjuk, hogy probléma van, ez ugye a gazdáknak nem megnyugtató, hanem ők szeretnének továbbra is megélni ebből a termőterületből, ami Magyarországon rendelkezésre áll. Itt Heves vármegyében, ezen belül Gyöngyös környékén is mintegy 8000-8500 gazda él csak kimondott növénytermesztési ágazatból. Ezekben benne vannak a kisebb, az 1-2 hektártól elkezdve a több ezer hektár nagyságrendi területig mindegyik. Én úgy gondolom, hogy picit ketté venném a terület nagyságokat, tehát igazából rentábilisan az ilyen ezres nagyságtól, vagy 300 hektár minimum, ami rentábilisan meg lehet termelni ezeket az általános kultúrnövényeket, amiket évek vagy évtizedek óta termesztünk. De ez nem azt jelenti, hogy a kisgazdaságokat hagyjuk abba és írjuk le, hanem igenis nekünk kötelességünk alternatívát nyújtani az egész országon és itt Heves megyében is, hogy ezek a kisgazdaságok mit tudnának abból a gépparkkal, ami számukra most rendelkezésre áll, termeszteni. Nagyon jó kitörési pont lehet ezeknek a kisgazdaságoknak, és gyöngyösebben úttörőként jár, mondhatom nyugodtan az országos szinten is, a gyógy- és fűszernövény termesztés már itt van Gyöngyösön a Maté Egyetemnek a kampuszán, és ez egy nagyon nagy kitörési pont lehet azoknak a gazdálkodóknak, gazdaságoknak, akik ezekből az alaptermékekből vagy terményekből már nem tudnak megélni, és javaslom, hogy közösen gondolkodva az Agrárkamarával
és az egyetemmel próbáljuk megtervezni hosszú távon, hogy hogyan tudnának ezek életben maradni, és mindenkinek javaslom, hogy egy Gyöngyös környékén keressen meg ezt a szakot, és akinek van rá módja és lehetőség, próbáljon konzultálni az itt lévő professzorokkal, mert úgy gondolom, hogy érdemes. Másik dolog az, hogy mi nem szeretnénk senkire ráerőltetni, hisz kapitalizmusban élünk, tehát szabad piac van, hogy mit termesszen. Senkinek nem fogjuk megmondani azt, hogy te ezt termeszd, és ebből rentábilisan elnök ki fogsz úr, jönni. Elnök úr, az az igazság, hogy nyilván szalad az időnk, akkor ezek szerint a Gyöngyösi Kampusz, a MATE nagy hatással bír Heves vármegye, akár földművelési, akár gazdálkodási területeire. Jó hatással van a környékre, így van? Én azt gondolom, hogy ez egy determináns hatást gyakorolhat a környékre, nem beszélve arról, hogy Nógrád megyében van is, aki gyógy- és fűszernövényeket dolgoz föl, nagyobb cégek, de természetesen ez csak egy alternatíva, ez csak egy lehetőség. Közösen kell gondolkodnunk, meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy Magyarországon ilyen presszió alatt is a felszínen tudjon maradni, megmaradjon az agráriumunk. Úgy gondolom, hogy alternatívákat kell tudnunk nyújtani azoknak a gazdálkodóknak, akik most kétségbe esetten keresnek meg, hogy hogyan tovább magyar agrárium. Az Európai Unióban én nemrég voltam kint Brüsszelben, és ott gyakorlatilag minden egyes képviselő zakójának a kitűzőjén az ukrán zászló ki van téve, tehát ne legyen senkinek jó ábránja arról, hogy Ukrajnát nem fogja valamilyen szinten ez az Európai Unió egysége maga keblére ölelni. Tehát elnök arra úr, kérek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel forduljunk a kamara irányába. Elnök úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és hogy felhívtuk a gazdák figyelmét a lényeges dolgokra. Én kívánok önnek is áldott békés ünnepeket, és eredményekben gazdag új esztendőt. Én is mindenkinek ezt kívánnék, főleg a gazdáknak rentábilis éveket, amiben közösen sírunk és közösen nevetünk. Próbáljunk összedugni a fejünket, nem vagyunk butábbak, úgy gondolom, mint más nemzet, úgyhogy próbáljunk együtt gondolkodni, és áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, kedves nézőink, pedig maradjanak velünk, mert rövidesen folytatjuk.